Az Európai Játékok ökölvívó tornájának Novi Targ adott otthont, és a mezőny azzal a tudattal utazott Lengyelországba, hogy ez az egyetlen olimpiai kvótaszerző verseny az öreg kontinensen. A nyíregyházi Kovács Rihárd, a litván Lavrenovas és az örmény Hovanisian legyőzése után a szerb-orosz Szendrik ellen is diadalmaskodott, és ezzel a magyar férfi ökölvívók és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei sportolók közül elsőként kijutott a 2024-es párizsi olimpiára. Az elődöntőben aztán a grúz guruli jobbnak bizonyult Nagy Lajos tanítványánál, aki így bronzéremmel zárta a tornát. Nem volt könnyű az út, hiszen jó ellenfelekkel küzdhettem. A kvóta szerzésére egy orosz sráccal boxoltam, aki szerb színekbe indult. Ő is nagyon kellemetlen volt, de megfelelő taktikával és mentálisan sikerült ott lennem fejbe, és hál' Istennek sikerült. Mindenkin volt ez a nyomás. Ez, hogy milyen nagy a tét, hogy azért olimpia kvótát lehet szerezni, ezt lehetett érezni már a levegőbe. Természetesen ezért, amikor már a kvótáért ment a küzdelmek, azért ezt már lehetett érezni, ezt a feszültséget, de én próbáltam ezt teljesen kizárni magamból, próbáltam letenni magamról a terhet, és sikerült is, én úgy érzem, ezért sikerült fejben is ott lennem egész végig, mert szükség volt rá az egész meccs alatt, mert nagyon kellemetlen ellenfél volt, és próbáltam ezt teljesen kizárni, hogy milyen nagy a nyomás, és ezért sikerült lazán megoldani ezt a történetet. Ez az év nem indult jól a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmet szerző Bunyós számára, aki a kvóta birtokában most néhány hétig biztosan pihen majd. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a bocskai előtt volt egy sérülésem, azután nem tudtam edzeni szinte olyan 3 hétig, aztán utána már egyből kezdtük a felkészülést, ugye a világbajnokság is, ő volt egy spanyol edzőtábor, tehát ez egy hosszú, szinte ilyen 5-6 hónapos edzőtáborozás felkészülés volt erre a kvalifikációra. Ugye a világbajnoksággal sajnos nem úgy jött össze, hogy elképzeltem, szerettem volna ott is legalább egy érmet, de ott is egy nagyon jó ellenféllel találkoztam, és szoros meccsen ott az nem sikerült, de úgy, hogy ezt most letudtam, ezt a hosszú időszakot, úgyhogy most a családommal, a kisfiammal, a feleségemmel szeretném tölteni ezt a évet most már. Én úgy gondolom, hogy idén már nem lesz, sőt, biztos, hogy nem lesz ilyen nagyobb világverseny. Próbálok fókuszálni, mert ugye jövőre már elkezdődik a felkészülés az olimpiára. A párizsi olimpián a férfiak 63,5 kg súlycsoportjában 20 versenyző indulhat. A mostani 4 kvótás mellé a kontinentális kvalifikációs tornákról, illetve a jövő évi világkvalifikációs tornáról lehet még kijutni az 50-es játékokra.